folytatódik-e valamelyik csapat győzelmi sorozata, avagy esetleg mindkettőjé megszakad a 8. Puskás Akadémia vendége a második helyezett MTK Budapest. A hazaiak 4, a vendégek 6 győzelemnél tartanak zsinórban. Jön az első MTK szöglet, az 5. percben Kanta József a labda mögött. Van elé mozgó ember, rossz helyre fejelik ki, de eltöri a lövésnél Hídvégi, így még jó lehet, és épp hogy mellé, de már Lesz. Itt a rossz helyre kitessékelt labda. Hát Lesről szó nem lehetett, kéz volt. Én kérek elnézést, csak az asszisztenst figyeltem. Margitics. Belövi keményen, Harsányi fejelés, Segedűs odaér. Az első kapura tartó lövés fejes a 13. percben. Panta ad egy kötényt Polonkainak, Pölöskei. Pölöskei, és épp hogy mellé megy. Nyújtóznia kellett Danilovicsnak. Nem érte el a labdát, de nem is ment be. Masiszkú kényelmesen lépdel előre. Aztán kimozog Sányi most a jobb oldalra. Be is tudja adni. Megcsúszik Kelemen fején. De se nem tud tisztázni, mint hogy Kanta sem, és van bemozduló ember. Por viszont beállt Szakály elé. Nagyon szeretett volna egy 11-est a hazai közönség, meg a hazai csapat. Kanta szabadrugása. Hát a hosszú oldalra kapást, a Pölöske, jaj, de szép gól! Egy nagyon szép góllal szerzi meg a vezetést az MTK. És nem csak nagyon szép, hanem véletlenül tudatos is volt ez a megoldás. De most az MTK támad, 35. perc, Kanta szabadrugása, keményen Danilovicsnak kell kipiszkálni. Kanta beadás helyett kapura tűzte. Lencse. Jön mellette Tamás. Be is tudja adni. Hegedűs nem ér oda, üres a kapu. De csak azért nem volt teljesen üres a kapustól, igen, mert ott volt Vukmir. Aztán már szabadrugás kifelé. És középen lökés volt, így tudott fejelni a Puskás Akadémia játékosa, Harsányi Zoltán. Szakály Dénes. Polonkai akár lőhetne is, meg is teszi! Ó, mekkorát védett Hegedűs! 46 percet kellett várni egy igazán veszélyes hazai próbálkozásra. Harsányi, nincs előtte igazán terület, pedig hát ő gyors játékos, azt tudná jól kihasználni. Lencse, Polonkai, eddig szép a hazai akció, Lencse, két védővel a nyakán. Tischler, mit hagy ki? Mekkora egyenlítési lehetőség! És most Horváth Zsolt gyújtja be a rakétákat. Tamás kivált rá. Aztán meg is rúgja. De mehet tovább, mutatja a játékvezető. Kanta. Szépen fejlődik fel az MTK. Por. Egyből középre, ott van. Torgelle, aztán Horváth. Mit csinál? Már itt a beadás. Torgelle felé jött, Vasicskú még nagyot ment. Aztán Horváth elfelejtette leengedni a labdát. Horváth röviden tolja. Mostanában inkább már Kelics nyeri kettejük párharcát. Sallai, Tischler, nagy lövés, Hegedűs kiüti, Vukmir biztosít. Pölöskei. Ott nincsen társ, Vasicskú viszont nem tudta, így odafejeli. Hídvégi. Keménye középre, Horváth, mekkora lehetőség volt. Lány szöget ütött a fejekbe. Pölöskei piszkálja oda, de pont Cvitkovicshoz, aki nem tudott jól kitámasztani, ehhez képest jól rátűzte. Kanta még tovább teszi, Repka bebiztosíthatja, és nagyot véd Danilovics. De mekkorát! És ez is belefér az MTK-nak, mert ebben a pillanatban lefújja a játékvezető, és megvan a győzelem a fővárosi kékfehéreknek. Repka Ádámnak persze nagyon kellett volna a gól, a lelkének nem tudta belőni az ittszert, itt van, ahogy óriásit véd Danilovics.
de a másik kapus volt az igazi főhős.